A Tisza fehér adventi pompában. Napra pontosan fél esztendő múlva ugyanitt egy másfajta folyó ünnep veszi kezdetét. A Tisza időtlen idők óta őrzi titkát, ma sem tudjuk egészen pontosan, mi indítja el a különös jelenséget, melynek főszereplői még a mélyben rejtőznek. Tisza virág, az időzítés mestere. A folyó kanyarulata külső ívén lévő szakadópart a meder titkos lakójának klasszikus élőhelye. A kérészlárvának egy hónapra van szüksége, hogy a petéből kikeljen, majd megkeresse helyét és megkapaszkodjon az agyagos mederfalban. A vízszint ingadozását követve recézett alsó lábaival és erős rágóival többször készít magának újabb rejteket. A lárvák három esztendőt töltenek az agyagos aljzatban, az iszap szerves korhadékával táplálkoznak, növekednek és mintegy 20-szor vedlenek. Talán kamera még sohasem rögzítette ezelőtt, amint egy júniusi alkonyon a lárvák megérnek arra, hogy elhagyják sötét lakhelyüket. Ekkorra a hímek nehezen repülő, ám még nem szaporodó képes szubimágóvá válnak. Rögtön a part felé veszik az irányt, és megfelelő tereptárgyat keresnek az utolsó vedléshez. A testmedveit percek alatt szárnyaiba pumpálja, és fokozatosan kicsusszan a bőréből. Az utolsó átalakulás emlékeztetői a levetett kérészbőrök a parti bokrokon és fákon kilométereken át jelölik a rajzás helyszínét. Amint a vízparti fák árnyéka megnyúlik, a nőstények is egyre nagyobb tömegben bukkannak fel a vízfelszínen, ott vedlenek, aztán begörbítik a potrohukat és várják a legfürgébb és legszerencsésebb hímeket. Egy-egy nőstényt akár 10-15 hím is megrohamoz, virágra emlékeztető csomókat alkotva a vízfelszínen. Ma már a faj természetvédelmi oltalom alatt áll. Európa folyóiból nagyrészt eltűnt, a világon jószerivel csak hazánkban a Tisza vízgyűjtő területén él nagyobb számban. Nőstények színrelépését a hímeké épp annyival előzi meg, amennyivel több előkészületre van szükségük a párzáshoz. A hímek röviddel a párzás után elpusztulnak. A nőstények pedig a folyó felett repülve megkezdik a kompenzációs repülésüket, amelyet végkimerülésig folytatnak. 5-10 méteres magasságban repülnek a folyás irányjal szemben. A madaraknak és a folyó halainak a zsákmányául esnek, hiszen a vízivilág minden teremtménye lakomát csap ekkor, számukra is ünnepez. Egy nyári zápor érkeztével szinte lehetetlennek tűnik a törékeny rovarok küzdelme, ráadásul a közelben fészkelő barna kánya sem tud ellenállni a könnyű csemegének.
néhány kilométer után a kompenzációs repülést végző nőstények leereszkednek, és a víz felszínére rakják a petéiket. Így a vízbe kerülő megtermékenyült peték azon a helyen érik el a meder fenekét, ahol a korábbi kérész generáció is sikeresen kifejlődhetett. Mikor leszáll az est, vége a csodának. Tetemek borítják sűrűn a vízfelszínt. A sötét mélyben pedig folytatódik az örök körforgás, és 3 év múlva a legszerencsésebbek néhány órára megpillanthatják majd a fényes napvilágot.